Puskár Árpád 1994-től megszakítás nélkül vezeti szűrtét. 26 év alatt minden mellékutcát leaszfaltoztak, mindenhol van közvilágítás, az intézmények fel vannak újítva. Megy a munka? Megy. Benzin elég lesz? Elég. No. Gondolom. Hát akkor már ma végigmégytek a benzinkútig, gondolom. Szürtében már bevett gyakorlat, hogy minden tavasszal és minden ősszel kitakarítjuk a községünket. Így történik ez az éven, mint tavaly is, tavaly előtt is. Mindenki, akihez tartozik egy bizonyos földterület, az maga előtt köteles rendbe tartani a portáját. Ez régi bevett szokás, mindenki lekaszál a sáncot, a község meg azt a területet, amíg hozzátartozik. Hát most láthatjuk, az őszi takarítás folyik Szürtében, a főút mentén kaszáljuk le a zárkot. Itt lesz a konyha, ahol régen volt, ott lesz az étkezde, ott meg a mellékhelyiségek. Raktár, fürdőszoba, vécé a takarítónőknek, meg a konyhán dolgozó személyzetnek. Egy éve Szürtében tornádó pusztított. A helyi középiskola tetőszerkezete is megsérült. Ezt azóta sikerült helyreállítani. Jelenleg az étkezde és a mellékhelyiség építése folyik. A tervek szerint az év végéig befejezik a munkálatokat. Áldatlan állapotok voltak, a raktárban a plafon le volt szakadva, és egy korszerű étkezést szeretnénk a saját gyerekeinknek az iskolába. A munkák folynak az év folyamán, nagyon kevés pénzünk volt arra. Júniusi féléves költségvetésünk teljesítése után 200 ezer grivenyt tettünk az iskola étkezéjének az építésére az év folyamán. Szürte iskola a bázisiskola programba pályázott, a pályázatot megnyerte, úgyhogy a járási tanács döntött arról, hogy a szürtei középiskola bázisiskola lesz. Középiskola WC-t a múlt év folyamán kezdtük építeni, ez évben pályáztunk és nyertünk állami támogatást a WC építésének befejezésére. Most meg itt vannak a volt szürtei középiskola tanulói, akik mesteremberek lettek, és úgy gondoltak, hogy egy nap kiveszik részüket a munkában, és egy napot az iskola javára dolgoznak. Hát már ma ketten vannak itt, és holnap is szervezünk két embert, aki ezzel a dologgal foglalkozik a községbe. Eljönnek és ledolgoznak a közjavára egy napot. Szürtében mit is csináltam én, ahol a csapattal, a képviselőtestülettel, amikkel dolgoztam. Hát először is megépítettük a főgázvezetéket. Mink megépítettünk egy fővezetéket Rátó-Szürteig, 6 km volt, és utána Tégláson és Szürtébe bevezettük a gázt. Minden közintézmény gázt átvezettük gázfűtésre. 97-98-ban volt a régi személyigazolványok cseréje, 1600 embernek csináltunk személyigazolványt. Utána égető kérdés volt nekünk a földek privatizáció. 500 portának elkészítettük a gyerzsáunaktot, a régit, a pirosat. 506 embernek készítettük el a magántulajdonú szóló okmányokat a fájokra. Villamos hálózatot építettünk ki az Iskola utcában, az Ajos utcában, Szürtében. Megkezdtük a családorvosi rendelő építését. Majdnem minden, amit itt elsoroltam, ez a saját költségvetésünkből valósult meg. 9 utcában a sáncokat újra vágtuk, hidakot építettünk, 5 híd
és 9 utcába Sánc, a Petőfi utcába teljesen kiseréltük a vízelvezető árkokat, ahol problémák voltak, és ezután megkezdtük az utak aszfaltozását. Minden mellékútja Szürtének, ami a községi tanács mérlegén van, le van aszfaltozva. Ez 11 utca lett leaszfaltozva az elmúlt években. Kicseréltük az utcatáblákat magyar és ukrán nyelvre. Az iskolában sportpályát építettünk, és a községháza udvarán WC-t, garást rendbe tettük, a községházát meg lehet nézni. Korszerűsítettük az utcavilágítást, kicseréltük ledességőkre. Biztonsági kamerákat raktunk a községben, 16 kamera vigyáz egyenlőre Szürtének a biztonságára. Segítettünk az embereknek a magántulajdon jogát a házakra elintézni. Egyszerűsített rendszer szerint 90 házra rendeztük el. Az éven újra festettük a dravatalozónak az elejét. December 3-án adtuk át a ravatalozót, 3 éve működik, és ez idő alatt egy kicsit a homlokzat az északi oldalon van, és a festést meg kell újítani. Az éven elvégeztük a tujáknak az ültetését, egy tereprendezés volt, és elő lefestettük a ravatalozónak az elejét. Körülfestettük az alapot, ez megtörtént az éven. A Szürtei Kistérség 7 községi tanács, azaz 11 falu egyesülésével jött létre az Ungvári járásban. Lakossága körülbelül 70%-ban magyar. Az én számításaim szerint 2021-ben a kistérségnek a fejlesztésre fordítható összeg az 4,5 millió grivény lesz. Mi fér ebbe a 4,5 millió grivénybe bele? Nem sok. Az első lépésben ki szeretnénk cserélni minden egyes községben az utcavilágítást. Olyan korszerű, mint Szürtébe, mint most már Palágykomorúcon, minden egyes községben az utcavilágításnak a kérdés az első és legfontosabb dolog. Utána jönnek az utak, a be nem fejezett épületeknek az átadása, befejezése. És így tudunk csak tovább lépni a jövőbe. Új terveket már az új képviselőtestület fog meghatározni. Bízok abba, hogy normális emberek, előre gondolkozó fiatal emberek kerülnek a képviselőtestületbe, akik elő akarják lendíteni a kistérségnek a munkáját.